Üdvözlöm, kedves barátaim! Akkor ma beszélünk arról, hogy hol kell keresni a sikert, mert nagyon sokszor rossz helyen keresel a sikert. De elején szeretnék, hogy elénekeljünk a békesség mantrát. Om Sahana Bhavatu, Sahano Bhunaktu, Saha viryam karvavahai, tejasvi namavastu ma vidvishavahai. Shanti, shanti, shantihi. Om Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Szóval beszéljünk egy kicsit erről, és ez egy komoly, mert ez az életről szól, az a mi életünkről szól. Általában most visaya cseria, mostani világ keresi siker a külsőben, a szépségben, pénzben, pozícióban, hatalomban, anyagi tudásban. És ennek van a külsősége, csak a külsősége, a külsős tulajdonságok, arrogancia, keménykedés, mások kihasználása, önzőség, egoizmus, büszkeség, a te, a tied, te legyél, te vagy a legjobb, tudjátok, van műsorok, leg, és így tovább. Ezek a külsős dolgok, kámása, krodhása, Raja Guna Samudbava. Bhagavad Gita azt mondja, hogy a külsős értékek alapján sikerkutatása vagy elsajátítása kudarchoz fog vezetni, kiábrándulás, betegségek és szenvedés. Miért? Mert ez mind ideiglenes. Például, hogyha valaki gondolja, hogy én szép leszek, vagy vagyok, akkor ez az én élet sikere. Mindennyian tudjunk, hogy örökké nem leszek szép. Mert ha én szép külsőleg, de csúnya vagyok belsőleg, akkor ez el fog múlni. Ezért a védikus szentírások adnak nekünk egy eredeti és hiteles tudást, hogy mit jelent sikeres lenni. A siker az mindig belül van. És a Bhagavad Gita-nak 13. fejezetben is. Amánitvám, adámbitvám, ott például mondja, hogy belső transzcendentális tulajdonságokat vagy értékrendeket kell embernek kultiválni. Mik ezek a belső? Ugye a külső ez mindig általában anyagi, ami szenvedést okoz. A belső, ami nyugalmat biztosít, kiegyensúlyozottságot jelenti, elégedettséget jelenti, tusjánticsá és boldogságot, ramanticsá. És mivel lehet kezdeni? Nagyon érdekes, hogyha a belsőt kultiválni úgy néz ki, hogy külsővel kell, de higgyétek el, hogy ezek, ami most fogok felsorolni, mivel lehet kezdeni, a külső gyakorlata, de igazából az belül változtatja az embert, mert ezeknek a tulajdonságoknak Isten a forrása. És ez az isteni tulajdonságuk, Dávim Prakritim Asrita. Ez által ember az isteni természetnél tud venni menedéket. Ez azt jelenti, hogy Isten védelem alatt fog maradni ilyen ember, és lelkileg is tud fejlődni, megtisztul minden karmától és minden szenvedésétől.
elmondom, milyen tulajdonságokat érdemes gyakorolni. Jótékonyság, tisztaság, igazmondás, könyörületesség, és most lehet legjobban gyakorolni önzetlenség. Most van sok-sok szerencsétlen személy Ukrajnából menekülnek, és most tudjuk önzetlenül nekik segíteni, gondoskodni róluk. Gyakorlatilag minden tulajdonságra gyakorlati idő most van a leg-leg megfelelő. Ugyanezzel jár tisztelet és béketűrés. Ezeket a tulajdonságokat, hogyha mi gyakoroljuk, az írjunk fel maguknak, kultiválunk, ez belső természetű. A belső tartalma embernek fog változni. Az nagyon-nagyon fontos.